Az ökocentrum főépületét látjuk, hamarosan bemegyünk, mert kiállítások és egyéb látnivalók, információk, érdekességeket mutatnak be a Tisza élővilágával kapcsolatosan. Széjjel nézünk még itt kint a területen, és utána bemegyünk az épületbe. Az ökocentrum tájházának közelségébe, kertjébe található ez a halászati kiállítás, halászhálókkal, bográccsal, egyéb felszerelésekkel. És itt a másik oldalt van egy kis híd, egy kis tavacska, és itt is a halászati eszközök, varsák és egyéb halászati eszközök bemutatása folyik. Hát így éltek valószínű a tiszai halászok valamikor a régi időkben. A halászati eszközök bemutatása után folytatjuk utunkat a ökocentrum főépülete felé, és hát a nagy meleget jól mutatja, hogy párásító berendezést állítottak fel a ökocentrum üzemeltetői. Annyira nagy a meleg, hogy itt érdemes átmennünk, hogy egy kicsit felfrissüljünk. Az ökocentrum főépülete egy kicsit közelebbről. Már egy kis tó is van, az élővilágot bemutatja. Egy-két madárral és a többi. Be fogunk menni az épületbe, mivel egy kicsit később jöttünk, 6 óráig van nyitva az egész park, és mint 4 órakor vagyunk itt. Sajnos 3D-s mozit és egyéb látványosságokat nem fogunk látni, de reméljük, hogy a kilátóba fel tudunk menni, és onnan is tudunk egy pár felvételt készíteni. Vagy az egész Tisza tóról, vagy csak a környező területekről. De mindenféleképpen megpróbáljuk. A kis tó másik oldalán egy kárókatona kolóniát látunk. Kormorán vagy kárókatona. Én úgy tudtam, hogy védett madárról van szó, de kiderült, hogy nem védett már ez a madár, vagy egyáltalán nem volt védett, vagy az utóbbi időben nem védett, mert nagyon elszaporodtak. És itt látjuk őket a tó feletti kis kiépített élőhelyükön. Hát nekik is nagyon melegük van. Látszik, hogy a csőrük alatti bőr, lebeny hogy mozog. Nyilván nagyon-nagyon nagy a forróság. Ahogy belépünk a ökocentrum főépületébe, a Tisza tó hasznosításáról és kiskörei tározó gátak építkezési munkálatairól látunk egy tablósorozatot. Gyakorlatilag amire a biciklis túránk vezetett, azt örökítették meg fotókkal és korabeli fotóknak a kiállításával. Másik folyosón a Tisza tó területének folyamszabályozási tervét és állapotát látjuk, még az 1700-as évek vége felé
névő állapotot, és hogyha arrébb megyünk, akkor Tiszató vízrendszeréről olvashatunk, és a Tiszató jelenlegi állapotát, illetve a Tisza jelenlegi állapotát a szabályozás utáni műhold felvételek alapján. Ahogy tovább haladunk a kiállító terembe, kiállító termek felé, hatalmas nagy területeket látunk, nagy kiállító termet, a tiszai élővilágról, állatvilágról, üvegvitrinekbe különböző állatfajok és különböző növények bemutató részei, a falakon hatalmas fotók találhatóak. A falakon hatalmas nagy poszter méretű fotók láthatók, gyönyörű képek. De nem csak madarakról, vagy állatokról látunk fotókat, hanem növényvilágról. Tavirózsa. Például tavirózsáról és egyéb növényvilágot bemutató fotókat találunk a falakon. Ahogy közelebb jöttünk a üveges felületekhez, kiderült, hogy ezek nem is vitrinek, hanem élő állatokat tartalmazó bemutató terráriumok, például ez a mocsári teknős élőhelyét bemutató terrárium. És ahogy tovább haladunk, kikerül a vízesítő természetes élőhelyét bemutató terráriumot. Találjuk. Egy belső teremben további terráriumokat látunk. Ez például egy erdélyi sikló. Nincs meg ott.
Az épület alassori részében akváriumokhoz jutunk. Mutatják a tiszai vízi élővilágot. Megnézzük, hogy mit is rejtett itt az alaksor. Ezek már komolyabb méretű halak. Látunk a akváriumban pontot, amúrt és különböző keszekféléket. Sőt, úgy látom, hogy bent ebben süllő is tanyázik. Ott van, ő is szóltam. Egész tekintélyes méretű süllő anyázik bent. Érdekes módon a ragadozó halakat egy akváriumba rakták a békés halakkal. Egy kicsit furcsa. De hát úgy tűnik, hogy egy ilyen akváriumi körülmények között nem bántják egymást. Másik akváriumban védett halfajokat látunk. Sejmesdurbincs, gémek, sejmesdurbincs, például itt a leírása, magyar bicó, kesler, gép, stb. És az eszmei értéke egy-egy halfajnak le van írva a kis bemutató táblán. Ezek elég pici halak, nehezen tömezhetőek ebben a akváriumban. Tovább haladva, látunk kecsegéket ebben az akváriumban. Ezek is tipikus tiszai halfajok. Kecsegék elsősorban Tiszában honosak. Következő akváriumban hatalmas vízi ragadozó, olyan harcsát láttuk. Hatalmas példán. Kb. 3 méteres példáról van szó, és egy ilyen 25-30 kilós óriás volt. Továbbá látunk itt még busákat, amúrokat ebben az akváriumban, illetve a törteharcsákat is. Következő hatalmas akváriumban vizákat látunk, amely igazából már nem található meg Magyarországon. Fekete-tengerből Dunába jött hívni, feltételezem, hogy Tiszában is megtalálható volt, de már védett halfajról van szó, és nem található meg Magyarországon. Thank you.
másik medencébe vidrát látunk. Nagyon jól érti magát, láthatóan. Elérkeztünk a körpanorámás kiállító, körpanorámás toronyba. Itt végig körbejárhatjuk a teraszon a látvány kedvéért körbejárhatjuk ezt a teraszt, és látjuk a Tisza-tó területét. Az ökocentrum területét, és hát Poroszló területét is egy kicsit távolabb. Gyönyörű kilátás nyílik a Tisza-tóra. És ez pedig Poroszló. A 33-as út. És ismét a Tisza-tó. A tó látképe. A kiállító terasz, a kilátó torony egy másik oldaláról nézve. Nagyon be lehet látni majdnem az egész tavat. Hatalmas vízfelület. És mint utóbb kiderült, ez a kilátó torony, ez a 7. emeleten van, ugyanis az ökocentrum 7 emeletes. Földszint alatti 2, ahol az akváriumok vannak, és 5 emelet magas a föld feletti szintje, tehát mi most gyakorlatilag az 5. emeleten vagyunk, de összesen 7 emelet található a ökocentrumban. Kilépve a ökocentrum főépületéből, szabad térben egy játszóteret látunk, természetes alapanyagokból, ökojátszótér gyakorlatilag. És ennyi volt az ökocentrum megtekintése, úgyhogy megyünk haza, pihenünk, és felkészülünk a holnapi túránkra.